Dr. Tőkés Leventét sokan ismerik itt Püspökladányban, mint házi orvost, de otthon egy egészen más szemléletmód szerint segít az embereknek, ugyanis a germán gyógytudomány híve, illetve az úgynevezett Bowen technikát alkalmazza. Hogy pontosan mit jelentenek ezek a kifejezések, Leventétől megtudtuk, amikor ellátogattunk hozzá. Ismerettségünk lévén a tegező viszonyt a kamera előtt is megtartottuk. Mit akar maga a kifejezés, hogy germán gyógytudomány? A germán gyógytudomány az Hammer doktortól, egy német belgyógyásztól származik, aki mint új medicina a saját találmányát, mint új medicina nevezte meg. Ez később utána kapta meg tekintete, hogy Németországban élt a germán gyógytudomány, tehát a német új tudomány, új medicinának a kifejezését. Hammer doktor, ő a saját daganatos betegsége alapján kezdte el kutatni, hogy mi az a közös, ami minden egyes daganatos betegnél, tehát egy adott típusú daganatos betegnél előfordul. Ő egy nagyon szerencsétlen tragédia kapcsán elvesztette a fiát, 111 napig harcolt az intenzív osztályon az életéért, de sajnos nem sikerült megmentenie. Rá két hónappal herre daganatot diagnosztizáltak nála, akkor ő megoperáltatta magát, és kemó és sugárterápiát visszautasítva, utána még évtizedek ígért egészségben, és elkezdte kutatni, ugye, mint belgyógyász, hogy ezek között, a daganatos betegségek között mi az, ami mindig ugyanaz, az a kiváltó ok. Hogy kell lenni valami olyan közösnek, ami minden egyes betegnél előfordul, és ő azt találta így a petefészek és a heredaganatosoknál, hogy mindenki az utódját vesztette el. Hogy most ez az utód, ez valóban fizikailag, tehát a gyereke. Vagy mondjuk egy nagy vállalatnak a vezérigazgatója kineveli évtizedek alatt az úgymond utódját, aki utána, még mielőtt elfoglalna ezt a helyet, átmegy egy másik céghez, és ott lesz vezető. És ugye ő ezt hatalmas veszteségnek éli meg. És így minden egyes betegségnek elkezdte felgöngyölíteni, hogy mi az a kiváltó oka. És ezért mindig megismételhető, és mindig ott van. Tehát nagyon sokszor ugye tagadjuk, nem így volt, de ugye legtöbbször a probléma az, hogy az emberek nem őszinték még saját magukhoz sem. És vagy szégyellik, vagy valóban egy olyan dolog volt, ami sokszor eszébe sem jut. De így, hogy Hammer doktor már ezeket az összefüggéseket már leírta, és ez gyakorlatilag bárki számára elérhető, és ott van, meg tudja nézni, hogy az ő betegségének mi volt az a kiváltó oka, mi lehet az a kiváltó oka, amit utána, ha megold, akkor a betegség képes, tehát a szervezet az mindig képes önmagát meggyógyítani. Ezek a úgymond, amiket most a modern orvostudomány betegségnek mond, ezek a szervezetnek egy teljesen normális folyamatai. Ha megtörténik az, amit DHS-nek, Dirkheimer-szindrómának neveztek el, ugye Dirk volt a fia, őt veszítette el, ha azok a kritériumok megfelelnek, amikor elszigetelten, váratlanul az életünket jelentősen befolyásoló hirtelen esemény történik, akkor ez a folyamat beindul. Ha ezek közül akár csak egy már hiányzik, akkor nem. Tehát ezért van, hogy ugyanaz a tragédia egy családon belül az egyik embert megbetegíti, a másikat nem. Mert ugye másképpen éljük meg. Nem egy forma. Ha például én számítok a szeretett hozzátartozomnak az elvesztésére, akkor ugye nem fog akkora meglepetésként érni. Ugyanúgy fájni fog, ugyanúgy meggyászolom, de betegséget nem indít el maga bennünk. Onnantól kezdve, tehát ismerik el, amit Hammer doktor már leírt, a betegségeknek van egy lefolyása. Az első a konfliktus aktív szakasz, ugye amikor átéltük azt a megrázó élményt, ami bennünk elindított egy folyamatot, akkor ez a konfliktus aktív szakasz. Ez mindaddig tart, amíg ezt fel nem tudjuk oldani. Na, ebben tud segíteni az, hogy Hammer doktor már leírta ezeket a dolgokat, mert bizonyos betegségek ekkor a konfliktus aktív szakban semmilyen tünetet nem produkálnak, míg más betegségek meg ekkor jelentkeznek tünettel. A legtöbb betegség ez idő alatt
semmilyen tünetet nem mutat, ezeket a szöveteket sorvasztjuk. Utána, ha ez megoldódik, akkor jön az úgymond a regeneráció, a helyreállítás. Ebben a helyreállítási szakban, az első szakaszban rengeteg folyadékot vesznek fel a szövetek, ekkor jelentkeznek a gyulladások, amit mi megfázásnak mondunk, ekkor durran be az embernek a térde, tehát hogy ekkor rengeteg folyadékot vesz fel azért, hogy ki tudja cserélni azt, ami ott rossz, a salakanyagot ki tudja üríteni. Például egy gerincérvesnek, ugye, ha szétnézünk, nagyon sok esetben ugye azt mondják, hogy hát csak lehajoltam bekötni a cipőfűzőmet, de az bekötötte előtte 100 nappal is, minden reggel, és semmi baja nem volt. Azért akkor történik ez, mert a helyreállításnak akkor jön el az a szakasza, amikor úgymond teszteli, egy tesztüzemmód indul el, és akkor az egész konfliktusát sokkal-sokkal intenzívebben egy rövid idő alatt éli meg. Ugye lehajol, és akkor ott becsipődik. És akkor akár 3 hétig is ott fekszik, mire ebből ki tud jönni. Na, az, hogy kinek mennyi ideig tart, ez nagyon egyszerű, ameddig benne voltam ebbe a konfliktusba, ugyanannyi idő lesz, amíg én ezt helyreállítom, illetve Hammer doktor, ahogy mondta, maximálisan 9 hónap. De akkor végül is lelki szinten kell, hogy ezek helyreálljanak. Mondjuk egy gyász, hogyha már azt említettük. Így van. Tehát amit én látok, hogy manapság az emberek már nem akarnak semmilyen fájdalmat, ugye a tévéből folyik, hogy ilyen fájdalomcsillapító recept nélkül, gyakorlatilag már orvoshoz nem is mennek el, mindenféle fájdalomcsillapítót bekapkodnak, pedig a fájdalomnak ugyanolyan élettani oka és tehát oka van, mert például egy gerincsérvesnek ugye a fájdalom arra készteti, hogy ne mozogjon, feküdjön le, pihenjen. De most mi van? Azonnal fájdalomcsillapító kell, és akkor megyek dolgozni, mindaddig, amíg teljesen tönkre nem megy. Tehát ezért fontos így. Mikor kerültél kapcsolatba ezzel a germán gyógytudománnyal, és mi fogott meg benne? Én 2016-ban végeztem el Barnai Robertónál az alaptanfolyamot. Igazából számomra mindig is ott volt valahol a kisagyba eltéve, hogy valami azért nem stimmel itt az orvostudománnyal. Mert az, hogy mindent százalékokban fejezünk ki, nincsen soha semmi olyan konkrét tény, ami mindenkinél ugyanaz. Tehát egy reumatoid artritisznek is az egyiknek a keze, a másiknál a lábúja, akkor tehát nagyon szétszórtak az úgymond a tünetei. Miközben, hogyha ezek az emberek rájönnek arra, hogy mi volt a kiváltó oka, akkor már is tudom, hogy itt nem arról van szó, hogy egy bizonyos betegségnek ilyen tünetei lehetnek, minden betegségnek van a maga tünete. Az, hogy egyszerre mi több konfliktust átélünk menet közben, és egyéb helyen is kialakulnak a tünetek, na az már egy másik dolog. De ugye itt mindig kiderül, hogy mi az, ami kiváltotta. Adott esetben ugye a szeretett édesanyja halála, mert hogy ő úgy érzi, hogy nem tudott róla megfelelően gondoskodni, nem tudta megfelelően ápolni, és akkor utána mivel folyamatosan azt érzi, hogy nem vagyok elég jó, nem tudom elég jó, ezek a gondolatok, ezek mindig sorvasztanak. Mert ez azt az üzenetet adja a testnek, hogy ez itt nem jó, el kell bontani, és majd utána építek egy jobbat, ha majd megoldottam. De ha ezt itt évtizedeken keresztül csináljuk, akkor ugye sok idős hölgynek látjuk, hogy teljesen már bütykös a keze, mert ők folyamatosan oda-vissza kapcsolgatnak. Megoldja egy kicsit, aztán jön az unoka, aztán akkor kicsit jobb, de aztán elmegy, akkor megint elkezdi ugyanazokat a folyamatait újra és újra indítani. Igazából ilyenkor, amikor megvan ez az aha élmény, hogy ja, hogy ez ezért volt, akkor az már szinte fél megoldás? Mert ezt nem lehet egyik percről a másikra megoldani. Igen, tehát akik kifejezetten ilyen, tehát a germán gyógytudománnyal úgymond főállásban foglalkoznak, náluk van, hogy 3-4 óra is, mire sikerül megtalálni azt a biztos kiváltó pontot.
Én, tehát ennyi időm nekem itt nincsen. Én nagy vonalakban ugye egyrészt diagnózisok alapján bele tudok úgy szúrni az embereknek kérdéseket, ami vagy leesik a tantusz, vagy nem. Nem mindenki alkalmas erre, nem mindenki fogadja el, én nem is erőltetem. Van, aki elfogadja, és utána néz. Ugye ez önmagában a germán gyógytudomány is csak akkor jó, hogyha az bennem van. Az, hogy én bárkinek elmondok egy-egy dolgot, rendben van, abban az adott problémában segít neki. De ha ő utána nem változtatja meg az életét, ha nem a gondolkodás módján nem változtat, akkor megint újra és újra és újra és újra újabb problémákat fog generálni magának. Tehát ezért kell az, hogy én inkább csak elindítom őket, könyveket javaslok, a YouTube használható jó dologra is. Rengeteg videó van fent orvos kollégámnak is, Csákvári Eszternek, akik segítenek abban, hogyha valami olyan nagy probléma van, amiben nem tudunk magunkat helyre tenni. Meg hát ugye, tehát Hammer doktornak a tudományos atlasza is elérhető, amit bárki megvehet magának, és ha veszi a fáradtságot, akkor nagyon sok mindenre rá tud jönni. Tennie kell önmagáért, nem csak az van, hogy akkor eljövök, tessék, gyógyíts meg. Hát igen, tehát sajnos ugye a modern orvos tudomány most ezt mondja. Gyere hozzám, megoperállak, kiveszem, beteszem, teszek be neked jobbat, mert az már a protézis, az sokkal jobb, ahelyett, hogy azt mondaná, hogy igen, tudom, hogy fájdalmas, de akkor mostantól kezdve napi 20-szor guggoljon le. És az első egy hónapban biztos, hogy a falat fogja vakarni, de minél többször csinálja, ugye sokszor azt mondják, hogy sportol is, hogy elhasználta. Nem használta el. Ilyen nincs, hogy elhasználta. Attól, hogy használjuk, attól meg erősödik. De az, aki ülőmunkát végez, annak biztos, hogy ott sor van, mert nem használja. Be fog szűkülni az izomzata, és gyakorlatilag az az élettani normális működés az nem lesz meg. Mik a gyakorlati tapasztalatai? Tehát volt esetleg olyan kiemelkedő eset, amit megemlítenél? Ó, nagyon sok esetben. Tehát nagyon-nagyon sokan élik át ezt az aha érzést. Tehát amikor gyakorlatilag az első 5 perc után felteszek egy kérdést, és csak hallgat, mert hogy ezt én honnan tudom. Ezek majdnem azt mondom napi szinten. Aki olyan. Mert nagyon sokszor ugye én másképp látom az ő helyzetét, mint ő. Én a saját problémáimra mindig egy vakfolttal rendelkezem, de mindannyian így vagyunk. Így vagyunk összetéve. Ezért kell, hogy mindig legyen egy kis külső segítség, időnként azt mondja, hogy na álljál meg, és akkor figyelj már oda, hogy nézze, ne legyél annyira buta, hogy nem figyelsz a saját tested tüneteire. És ebben tud segíteni a germán gyógytudomány, mert már egy mankót ad, hogy melyik irányba menjek el. Tehát például miért van az, hogy Achilles-ín szakadás szinte csak a sportolóknak van? Mert őnekik mindig a gyorsasággal, a nem vagyok elég, nem futok elég gyorsan, nem tudok elég magasra ugrani. Tehát mindaz a funkció. Alapvetően az Achilles-ín tonnákat bír ki. Bele van nőve a csontba. Tehát 3-4-5 méterről esnek le emberek, nem az Achilles szakad, hanem a csont törik. És mégis a futó egy 100 méteres futáson, vagy egy maratoni futáson egyszer csak elszakad, vagy részlegesen, vagy teljesen az Achilles-színe. Mert ez csak akkor lehet, hogyha ő folyamatosan sorvasztja. Aztán utána egyszer csak jön egy baleset, amivel úgymond megoldódik, mert utána már biztos, hogy nem lesz elég gyors, mert most legalább 6-8-10 hétre addig az ágyba szorul. Tehát így kell ezt elképzelni, és ezért tud nekem nagyon nagy segítséget adni. Ugye a gondolkodásmódom is itt egy kicsit komplexebb. Tehát a Hammer doktor is, ahogy elmondja, egyszer ugye lélek, agy és test szinten egyszerre zajlik minden. Ha bármelyik oldalon elkezdem ezeket javítani, az húzza magával a többi. Tehát ha én tudati szinten, lelki szinten segítek abban, hogy megoldja a problémáját, akkor utána
teste az szépen megy utána, mert már az az utasítása, hogy most már rendbe kell jönni. Ugyanez van ugye a fizikális síkon, amikor egy masszázsal, a Bowen technikával, vagy bármivel tudunk olyan ingereket kiváltani, ami után a szervezet, utána a lelkét húzza, ugye épp testben épp lélek, tehát ha a testét megerősíti, a lelke is biztos, hogy hozzá fog erősödni. És így ezek csak is kizárólag együtt tudnak mozogni. És minél több helyen nyúl bele az ember, értelmi, érzelmi, testi szinten, annál nagyobb lesz a siker. Én legalábbis ezt látom. Ugye, hogy a Bowen technikát is, hogy csinálom, a önmagában is csodákra képes. De ha megvan hozzá, a germán gyógytudomány adta lehetőség, hogy rájöjjön, hogy mi is okozta az emlődaganatát, vagy tehát miért nem tudja kézben tartani a dolgokat. Ugye gyönyörű szépen elmondja a magyar nyelv, nem bírom kézben tartani az életemet például. Biztos, hogy legyengül a keze, és kiesik minden a kezéből. Ha már Bowen technika, akkor mit is takar ez pontosan? A Bowen technika, ez egy, ahogy szoktuk mondani, egy fizikai közérzetjavító szolgálat, egy technika, amit a fizikális homeopátiának szoktunk leginkább nevezni. Maga ez egy, a testen egy-egy meghatározott mozdulattal váltunk ki ingereket, amiket utána a test feldolgoz, tehát felmegy az agyba, az agy ott ezt értelmezi, és egy módosított választ, tehát egy reflexkör alakul ki. Ezzel tudunk olyan, ahogy a kínaiak mondják, ugye, ha nem kering a csí, az életerő, akkor ott betegség van. Na, ezeket az elakadásokat, mert sokszor meridiánok felett vannak a fogások, sokszor idegeket, ugye, mert a meridiánok mentén is nagyon sok olyan ideg van, ami a meridiánoknál nem mindig csak ér vagy izom, hanem tehát ezek váltakoznak. És ezeket ingerelve, ezeknek adva egy olyan információt, hogy na akkor most ez itt eddig volt valami, de most már legyen egy új. Vagy ahogy én szoktam mondani, hogy gyakorlatilag rezeteli az agyat. Hogy jó, eddig volt egy kóros beidegzésed, de most már hagyjad, ez nem jó neked. Térjél vissza ahhoz, amit gyerekkorban, születésedkor hoztál, mert senki, vagy hát sajnos vannak, akik úgy születnek, de alapvetően az emberek nem úgy születnek, hogy na, akkor én nekem majd 50 évesen májdaganatom lesz, majd nem. Ezeket mit csináljuk magunknak? Mert ugye, ha én nem élem át a hammeri dolgokat, akkor nem is lesz ebből soha betegség. És tehát ezeket az elakadásokat, izom, belsőségek, idegrendszeri, ezeket tudjuk mi oldani. Ezeket a feszültségeket, ha feloldjuk, ugye, azzal egy paraszimpatikus állapotba juttatjuk az embereket, ugye, amit alapvetően mi éjszaka az alvás során érünk el. Mert nem meditálunk, nem jogázunk nagyon már, igazából ki sem megyünk szétnézni a környezetbe, hogy egy kicsit el tudjunk csendesedni, hanem bekapcsoljuk a tévét, és csak dől ránk a rengeteg információ. Míg itt a kezelés során tehát ez egy alap dolog, hogy itt nem beszélgetünk. Csak előtte, csak utána, menet közben nem. És arra kell figyelni, hogy ez az egy mozdulat például, milyen energiákat mozgat meg, milyen érzések jönnek felszínre. Vannak, akiknél lehet látni, hogy egy mozdulaton akkor a sóhajok szakadnak ki, hogy ha lehetne, akkor valószínűleg egy órán keresztül csak arról beszélne. De ezek ott vannak lekódolva, ugye a lelkünk problémái a testünkben ott vannak. És ezeket, ha megpróbáljuk feloldani, akkor utána van lehetősége arra, hogy az agyam végre már úgy működjön, ahogy kell, és visszatérjen egy normális kerékvágásba. Hát ez nehéz, mindenképpen nehéz, saját tapasztalat is, tehát nem egy egyszerű dolog. Ugye tanultunk dolgokat, ezeket nagyon nehéz azt mondani, hogy na most kisöpröm. Viszont ha elindulok egy úton, akkor ott kell nehéz lépéseket is megtenni, és ugyanez van a betegségeknél, hogy itt is a Bowen technikával is mikor kezelünk, akkor mi hetente egyszer kezelünk, és hagyjuk, hogy hagyni kell, hogy
a felszálló ág, de az első két napban legaktívabb a bóven. Utána úgy szépen van egy leszálló ág. És nagyon sokan azt mondják, hogy mintha percre pontosan a 24-48 órát tartaná a szervezet, hogy ott, akinek nagy fájdalma volt, mintha elvágták volna. Vagy onnantól már, ugye mindig attól függ, hogy most ez mennyire akut sérülés, de hogy onnantól kezdve már sokkal jobb. De természetesen van, akinek 5 kezelés kell, van, akinek 10 kezelés kell, van, akinek folyamatos kezelések kellenek, kisebb szünetekkel. Tehát itt mindig attól függ, hogy milyen problémával fordulnak hozzánk. Ugye mi azt szoktuk mondani, hogy mi itt nem gyógyítunk. Tehát ez nem egy gyógyító tevékenység. Ez a fizikai közérzet javítás az, ami utána meghozza azt a mellékhatást, hogy elkezd gyógyulni az ember. Tehát ugyanez van a jogánál, az se gyógyít, de mégis egészségesebbek azok, akik rendszeresen tornáznak. Kiegyensúlyozottabbá válnak, és sokkal ellenállóbb az immunrendszerük, nem sérülnek úgy. Tehát az sem gyógyítás, és mégis egészségesebbek az emberek. Igen, és amúgy az adott problémától függ, hogy a kezelés során milyen pontokat érintett? Igen, természetesen, tehát az egy dolog, hogy a szervezet majd eldönti, hogy ő hogyan akarja, mert ugye én mindig csak egy információt adok neki, és ő tudja, hogy tehát az én szervezetem az a meghatározott ingerekre elindít egy folyamatot, de ő tudja, hogy melyik az elsődleges. Melyik az, amelyik most a legfontosabb? Mert ugye fájhat nekem a térdem, fájhat a gyomrom, néha kalimpál a szívem, egyébként meg fáj a fejem időnként, de ő majd azt ebben a pillanatban ő tudja, hogy mi a legfontosabb. Melyik az, amihez elsőképpen hozzá kell nyúlni, és ezért szoktuk azt mondani, hogy kezelhetem én bárkinek a bokáját folyamatosan, akkor itt lesz javulás a szívérrendszerben, már csak azáltal, hogy egy kicsit ellazul, hogy egy kicsit befelé figyel. Van lehetősége a szervezetnek arra, hogy regenerálódjon. Jelez vissza a szerv vagy a test valahogy neked az izmok? Tehát ugye kezelésről kezelésre azért úgy nagyjából emlékszik az ember, meg jegyzetelek én ilyenkor, hogy hol mit éreztem. Természetesen van, hogy már kezelés közben vannak visszajelzések, ugye az, aki elkezd fészkelődni valami, ott biztos, hogy valami olyan feszültség indult, vagy oldódott fel, ami neki kellemetlen. Akkor nagyobb szüneteket hagyunk, akkor hagyjuk, hogy ez elcsituljon. Ugye van, aki már az első fogás után már azt érzi, hogy most itt valami, nem? És akkor jelzi, hogy neki még több időre kell. Egy fiatal szervezet például sokat többet tud befogadni. Egy idősebb szervezet rengeteg salakanyagot már elraktározott magában, az izmokban, az inakban, a zsírszövetekben, porcokban. Na most ezek, hogyha kezelés hatására hirtelen felszabadulnak, ugye, idézőjelben mérgezés szintjén, és a legnagyobb baj az, hogy ők nem isszák meg azt a folyadékot, amit mi elvárunk. Tehát nálunk itt úgymond kötelező az a minimum, hogy napi 2,5 liter minden felnőttnek. És ezt még egy kicsit cifrázzuk azzal, hogy fél óránként 1 deciliter. Tehát kell az, hogy fél óránként meglegyen az a folyadékmennyiség, ami a vesének folyamatosan azt az információt adja, hogy van bőven folyadék. Tehát ő nyugodtan, bőkezően tud garázdálkodni, tehát az összes salakanyagot ki tudja üríteni, mert fél óra múlva megint megkapja. Ugye, ahogy szoktam magyarán, mindenki volt már úgy, hogy megivott egyszerre fél liter folyadékot. Aztán 20 perc múlva alig tudta kivárni, hogy végre vécére mehessen. 20 perc múlva az kint van, azt nem hasznosítja a szervezet. Na most, hogyha a fél óránként adom neki azt az 1 decilitert, akkor ő szépen el tudja dönteni azt, hogy mikor, honnan veszi ki azokat a salakanyagokat, amit ugye az ételekkel most beviszünk, a rengeteg tartósítószer. Tehát nagyon sok olyan káros anyagot viszünk be most a szervezetünkben, amit ki kell üríteni. Egy részét tudjuk ugye a széklettel, másik része, a legnagyobb része a folyadéka, tehát a vesén keresztül, és még az izzadás van, tehát ami megint csak egy nagyon erőteljes méregtelenítő hatása van. Tehát ezért nehéz megmondani, hogy például egy-egy embernek hány kezelésre van szüksége. Mindig az adott embertől függ, meg a problémától. Mi azt szoktuk kérni, hogy 3 kezelés legyen.
Az első kezelés az legtöbbször egy általános kiegyensúlyozó kezelés, ami arról szól, hogy egy kicsit úgy megismertessük a Bowen fogásokat, hogy annak a következményeit, a hatását érezze, és utána szoktunk belenyúlni komolyabban. Annak függvényében, hogy a visszajelzés során mi jön, ugye nagyon fontos az, hogy akik visszajönnek, hogy azt mondja, hogy ó, itt most izomláz alakult ki, pedig itt hozzám se nyúlt. Hát igen, mert a szervezet tudja, hogy ott kell dolgoznia. Mert sokszor ugye egy váll probléma hátterében lehet egy farokcsont probléma. Vagy ugye mivel a bokánk ott van, az a talpunk, amin megállunk, tehát ott bármi eltérés van, az automatikusan hozza magával. Mert mi meg akarunk állni, mert itt van az a fránya gravitáció, és muszáj, mert különben ronybabaként összeesnénk. És ezt úgy tudja elérni, hogy na, akkor itt csalok pár milliméter, aztán ott csalok pár milliméter, és mire elérünk, addigra már a fejénél van 2 centi eltérés valamelyik irányba. Tehát így tudjuk mi ezt kompenzálni. De így évtizedeket gyönyörű szépen le tudunk élni. Időben mennyi egy kezelés? Változó, természetesen, tehát a komolyabb kezeléseknél több fogás van nagyobb szünetekkel, de általában azt mondhatjuk, hogy egy 15 és 45 perc között van egy kezelés. És mindig beszélgetéssel indul, ugye? Én mindig úgy indítok természetesen, mert kíváncsi vagyok arra egyrészt, hogy ha már volt előtte nálam, akkor mindig kíváncsi vagyok, hogy mi változott. Van-e bármi olyan érzés, volt-e izomláz, fájdalom jelente meg, vagy fokozódott átmenetileg, és csak utána csökkent, vagy bármi más hasmenés jelent meg, mert a szervezet elkezdett méregteleníteni, ahogy csak bírt, kinek mi a gyenge pontja. És ezért mondom, hogy soha nem lehet tudni azt, hogy hány kezelés lesz elegendő, mert van, akik ahogy haladunk előre, ugye hozzák elő a régebbi problémákat, amik eddig nem voltak ott. Ahogy a tanárom Liebe György szokta mondani, hogy soha nem a bűnösök sírnak, hanem az ártatlanok. Tehát mindig az első probléma, amivel mondjuk hozzám fordulnak, fáj a vállam. Igen, de hát hogyha a csípőjénél van a probléma, persze, hogy fáj, mert eltelt 30 év, és ő így élt. Csak aztán, ugye, amennyire öregszünk, egyre kevésbé tudjuk helyreállítani ezeket a problémákat, és egy idő után azt mondja, hogy na most már ez fáj nekem. Tehát a gyökerét kell megtalálni. Igen. És egyébként ennek a technikának mi a története? Mióta alkalmazzák? Magyarországon 2009-ben alakult meg a Magyar Bowen Egyesület Liebe György vezetésével, aki... Ő sajátította el ezt a technikát, Németországban él, és ott volt praxisa, ott tanulta, amikor úgy látta, hogy, tehát megcsinálta a mestervizsgáját, és oktathatott, akkor onnantól kezdve itt Magyarországra jött, és itt szerette volna átadni ugye a honfitársaknak is ezt a csodálatos módszert. Úgyhogy 2009 óta elérhető Magyarországon. Egyébként Tom Bowentől származik a technika, aki hát egy istenadta tehetség volt. Ő eredetileg vegyész volt, egy cementgyárban dolgozott vegyészként, és ott a kollégák fordultak, itt fáj, ott fáj, oda ment, egy pár mozdulatot csinált, menjél haza, és pár nap múlva jöttek vissza, hogy de hát nekem már nem fáj. És ugye ennek híre ment, és egyre többen fordultak hozzá. Hát szerencsére akkor, amikor döntés elé kényszerült, hogy akkor vagy vegyészként dolgozik, vagy akkor ezt, amit még akkor ugye nem, ő nem hívta a saját maga alapján Bowen technikának, ő szerencsére úgy döntött, hogy akkor inkább az embereken segít. Egy ausztráliai felmérés alapján olyan 13 ezer beteget kezelt egy évben. Ami, hogyha belegondolunk, egy sebésznek mondjuk egy egész életében nem jön össze annyi, vagy ha összejön, akkor is nagyon nehezen, ő pedig egy év alatt kezelt ennyit. Egyszerre több ágyon kezelt, gyakorlatilag nem is kommunikált velük, tehát ő nagyon halló volt, és hallókészülékét nagyon nem szerette, és nagyon sokszor kikapcsolta, de olyan adottsága volt, hogy rá
tehát valahogy érezte azokat az embereket, és ment, nyomott rajta kettőt, ment a következőhöz, közben kiment egy-két terhes asszonykának a derékfájását, ingyenes klinikát tartott fent ugye azoknak, akik lelki, vagy tehát szellemi, vagy testi fogyatékkal éltek, és őket ingyen kezelte mindig. És te mikor ismerkedtél meg a technikával? Én 2015-ben ismerkedtem meg a technikával, egy nagyon kedves volt osztálytársam Debrecenben csinálja ugyanezt a Bowen technikát, és egy kicsit túlméreteztem a saját igényeimet, itt a szomszéd garást egyedül 3 köbméter betont bekevertem, bedolgoztam, csak utána nem bírtam megfogni a kanalat se. És este, hogy így interneteztem, akkor véletlenül feldobtam egy riportot, amit vele készítettek, és hát akkor hívtam is, hogy mondom, Judit, segíts rajtam, valamit csinálj velem. Hát már az első kezelés után sokkal-sokkal jobb lett a kezem, és én akkor azt mondtam, hogy tehát még jártam hozzá továbbra is, és amint lehetett, amint indultam folyam, én is kezdtem. És azóta is töretlenül megyek. És akkor végül is a germán gyógytudomány, illetve ez, tehát egy kerek egész lett benned. Igen, tehát én ugye a Szent Hármasság, tehát számomra ugye az orvostudomány, a germán gyógytudomány és a Bowen technika együtt az, ami egészét tudta tenni, tehát az, ami hiányzott az orvostudományból, az most nekem megadta a germán gyógytudomány és a Bowen technika. Ugye, mint azt mondtam, nekem mindig volt valami hiányérzetem, hogy de miért van az, hogy csak a gyógyszer? Miért lehet az, hogy csak gyógyszerrel lehet gyógyítani, miközben elődeink hát soha nem láttak gyógyszert. És ők tudtak 90 évig élni, meg 100 évig, akkor ez hogy lehet? És most is azt mondom, hogy igazából helyre kellene tenni az egészségügyi rendszert, önmagát. Az embereket rá kellene, most csúnyán mondom, de kényszeríteni arra, hogy gondoskodjanak. Egyáltalán nézzenek utána, mit lenne érdemes tenni. Mondjuk sokkal egyszerűbb megfőzni naponta egy csésze gyógyteát, hogyha megnézzük, ott van Gyuri bácsi, aki rengeteg teakeveréke van, de simán az egyszerű teákat is a bioboltban meg tudjuk venni, semmiben nem telik kávé helyett reggel egy teát meginni. És hosszú távon egészségben tud tartani. Nem fog megmenteni minket egy akut esetben. Mert az akut esetben ott vannak a gyógyszerek, és akkor annak ott a helye. Azzal nem értek egyet, hogy például azok, akik valóban tesznek ellene, utána, tehát életmódot váltanak, lefogynak, sportol, megnézi, hogy mit eszik, akár vegánná válik, teljesen minden. Tehát, hogy azoknak miért kell ugyanúgy protokollszerűen tovább szedni a gyógyszert? De most, ugye amikor a rendelőben vagyok, akkor a protokollok rám törvény erejével sújtanak le, tehát akkor azt kell néznem. De itt ez a saját kis szigetem, itt már lehet arról beszélni, hogy hogyan lehet kiváltani a gyógyszereket. Mert hogy igenis lehet másképpen. Van olyan betegem, aki évtizedekig szedte a gyógyszert, semmivel nem volt jobban. El volt a kis ízületi fájdalmaival, mindig visszatértek, akkor még több gyógyszert vett be, és ő most köszöni szépen, havonta egyszer eljön hozzám, és jól érzi magát. És korát meghazudtolva mindent megcsinál. Tehát lehet így is. De ő befogadó volt, őt tudtuk szembesíteni azzal, hogy mi okozta, meg is oldódott, és onnantól kezdve már nem is jött elő. Szépen hónapok alatt kifuttattuk, és már nincsen problémája vele. Ezek az igazi sikerek? Igen. Sikerélmények? Gondolom, ez éltet téged? Persze. Tehát ezért érdemes dolgozni este 10-ig is akár, mert tehát én ebben látom a jövőt. Tehát most is azt mondom, 15 évet mentőztem. Imádtam. És annak ott van a helye. Ott egy akupunktúra, egy akupresszúra nem fog életet menteni. De ha gyógyszerekkel életben tartják, és adnak egy új lehetőséget, akkor neki lesz
lehetősége. Ott teljesen mindegy, én mit csinálnék Bowen technikával, mert nem fogja úgy megmenteni. Tehát mindennek megvan a maga helye, és ott kellene használnunk. És utána a rehabilitációban meg már sokkal inkább én úgy látom, hogy több lehetőség lenne, hogyha ha ezeket az alternatív technikákat megismertetnénk az orvosokkal. Adott esetben kötelező lenne neki is kipróbálni, érezze meg, hogy mire képes. Akár egy dévény technika, az akupunktúra, akupresszúra, vagy bár egy jó masszázs. Ugye egy olyan ember, aki tudja használni a masszást, az megint csak olyan eredményeket tud elérni, de akár egy reflexológus. Tehát talpreflexológiával is nagyon sok mindent be lehet indítani. Jó lenne, hogyha az orvosok esetleg ilyen emberekhez utalnák a betegeket, neki ilyen helyekre adnának beutalót. Az igazság, hogy tőlünk nyugatabbra a Bowen technikát például Ausztriában már elfogadták, mint rehabilitációs technikát. Tehát ott már Bowen alkalmazók járnak be a klinikákra, segítenek a szívműtőtnek, segítenek a mozgásszervi problémákban, mert ugye tehát nem megoldani fogjuk soha a betegek helyet. Mi annyit tudunk tenni, hogy egy kicsit terelgetjük, hogy más irányba menjen. És ugye onnantól kezdve, hogyha egy-egy blokkot felold ugye a technika, most akupunktúra, akupresszúra, teljesen mindegy, ha ezt a blokkot feloldja és normálisan kering a csi, akkor onnantól kezdve van lehetőség arra, hogy gyógyuljon. Ha ezt a blokkot nem oldja fel semmi, akkor ott kialakul egy olyan helyzet, amikor ott soha nem lesz megfelelő életenergia. És sokszor ez csak egy-két mozdulat kell hozzá. Ugye nem mindegy, hogy mit, mikor, hol, de azt mondom, hogy igen, lehet. És jó lenne, tényleg jó lenne, hogyha azután, hogy egy heroikus, több órás műtétben megmentik azt az embert, akkor utána nyitott lenne az orvos társadalom arra, hogy nem csak a gyógyszer, nem csak a műtét, nem csak a CT, meg MR, meg a többi létezik, hanem igenis van arra lehetőség, hogy kiegészítsük ezeket. És ez például a Bowen technika szerintem az egyik legkönnyebben, legjobban használható. Egy ápolónő egy intenzív osztályon megtanulna, és semmi mást nem csinálna, csak 2-3 naponta egy-egy meghatározott mozdulattal segíteni azt a keringés, annak az életerejének a keringésének a beindítását. De hát ettől még sajnos fényévekre vagyunk, azt kell, hogy mondjam. De én bízom benne, mert azért egyre több orvos kollega, egészségügyben dolgozók, gyógytornászok kezdenek el nyitni a Bowen technika felé.